folytatás, és az előző kormány megszüntette a 13. havi nyugdíjat, de még az első felét, a 50%-ot tavasszal a nyugdíjasok velem együtt megkaptuk. Azt közölték, hogy a piszkos mocskosok elvették a 13. havi nyugdíjat, miközben ők a 14-et is megígérték. Nem állították vissza a 13-at se. Így van. Hagyjuk? Nem. Ezen kívül most szövegelnek, hogy az előző kormányok döntötték be a deviza hiteleseket. Emlékeztek arra, amikor a Kósa és a Szijjártó szöveget Görögországhoz viszonyított bennünket, és elszaladt a forint és az euró? Hagyjuk? Nem hagyjuk. Utána elvették pofátlanul a nyugdíjpénzt az illetőknek, akinek volt betéte, tehát a méltányos nyugdíja. A magányugdíjpénzt megszüntették. Azt mondták, hogy majd visszaadják. Ellopták. Hagyjuk? Nem hagyjuk. Kérjük vissza. Vissza minden. Utána mit csináltok még? Hol van a vörösi szakpénz? Jöttek a takarékszövetkezetek. Államosították. Így van, egyfortában lopnak. Ezen kívül a család behozták az egy kulcsos adót. Kik jártok jobban? Akinek milliós pénze van. Havonta a gazdagok jártok jobban. A többi az még szegényebb lett. Hagyjuk? Nem hagyjuk. Ezen kívül most ugye azt csinálják, hogy a családi pótlékot csak azt fog kapni, aki dolgozik. Hagyjuk? Nem. A inflációt tudatosan levitték 0% alá. Direkt azért, hogy nyugdíjakat ne kelljen emelni. Hagyjuk? Nem hagyjuk. Nem hagyjuk. Én egyetlen egy dolgot tudok mondani, hogy amióta megindultak a demonstrációk, én még szinte mindegyiken fönt voltam Budapesten is. És föl is fogok menni bármikor, lesz bárhova kell menni, én ott leszek. Kérlek benneteket, hogy minél többen csatlakozzatok addig, amíg ezt a rezsimet el nem zavarjuk. Mert manapság már annyira rosszul vagyunk. Az életminőségünkbe, hogy fillérezünk a nyugdíj utolsó napján, ezen kívül nagyon sokszor kölcsön kell kérni egymástól, hogy tudjunk venni valamit a boltba. Így van? Igen. És nagyon sokan éheznek így is. Kukákból ebédelnek. Így van, pontosan a stadionokat építik. Sőt, most megkezdték ugye Fehérváron is. Mocskos Fidesz! Rohadt Fidesz! Nem kapunk orvosi ellátást! Egyébként azért kimerem jelenteni, hogy ezt a Orbán takarodj szót, ezt mi mondtuk legelőször 2010. november 2-án a vértanúk terén a Nagy Imre szobornál. Azok a dunaújvárosiak, akik velem együtt fent voltak. Tehát mi kezdtük ezt el? Én örülök neki, hogy most már országosan is zúg, hogy Orbán takarodj. Mondjuk!